Sziasztok, jó reggelt, Kás András vagyok. Hát, hogyha úgy gondoljátok, hogy jól akartok kinézni a strandra, a nyári szezonra, mutatnék egy-két trükköt nektek. Én, mint hobbi sportoló, én naponta megcsinálom ezeket a gyakorlatokat, ebben próbálom magam kondiba tartani, és hogy valahogy kinézzek, úgyhogy meg tudjak jelenni akárhol, akár egy strandon, és megbámuljanak az emberek. Hát, én a gyakorlatokat úgy szoktam kezdeni, itt ezen a pályán található egy ilyen trambulin, én ezen szoktam bemelegíteni, kicsit ugrálok, utána egy kicsit lábnyújtásokat szoktam végezni. Ez fontos, mivel hogy az edzést az mindig egy jó 3 körrel szoktam kezdeni, 3-szor körbefutjuk a pályát, előtte elazítjuk az izmokat, kicsit tornázunk, hogy kapjunk levegőt, tudjunk futni szabályosan, és majd utána megjönnek a gyakorlatok a túloldalon lévő húzóskodó pályán. Ezt a gyakorlatot általában úgy szoktam csinálni, hogy 5 sima felhúzást és 5 nyújtott lábbal felhúzást, de hogyha nektek nem megy a nyújtott lábas, akkor csináljátok csak simán a behúzott lábbal. Csináljátok 5-öket egyelőre, és minden nap próbáljátok meg egyel többet csinálni. Ahogy érzitek, hogy bírjátok a több gyakorlatot, tudjátok növelni a gyakorlatok számát, és el tudjátok dönteni, hogy mennyi az a gyakorlat, amennyit ti meg tudtok csinálni 5 és 10 között például. Ezt a hátgyakorlatot azért szoktam általában végezni, ez nagyon jó a hátnak, a deréknak, erősíti a derekatokat, úgyhogy ebből is annyit csináljatok, és a lábatokat is, a hátsó lábizomzat és a fenék formálást is egybe tudjátok ebben formázni, ebből is annyit csináljatok, amit éreztek, hogy amennyit bírtok. Hasfelülés is nagyon fontos, hiszen nagyon sok embernek az a problémája, hogy kocakosodik, és ezek a gyakorlatok, ezeket tudjátok végezni 45 fokos padon, de tudjátok akár ülve is, és simán beakasztjátok a lábatokat, arra figyeljetek, hogy a gerincetek, a hátatok mindig nyújtva legyen, kezetek legyen fönt a tarkótoknál, és ebből is próbáljátok meg 5 simát és 5 fordított jobbost balost csinálni. Elérkeztünk az utolsó gyakorlatokhoz. Fekvő támaszt azt többféleképpen tudjátok csinálni. Én általában ezeket szoktam csinálni a fekvő támaszba a 45 fok, ahol a lábamat fölteszem, és a sima fekvő támasz, de van, amikor csak lent a földön van. Közben szoktam csinálni lépegetést, ami nagyon jót tesz a lábaknak, a térdeknek pihenésképpen, és egyben van a húzóckodás, ami azért megmozgatja a vállunkat, karunkat. Nagyon sokat szoktam lógni, úgyhogy csak simán lógok, ameddig csak bírok, mert ebből is nyújtom az izmokat, az izületeket. Hirtelen mozdulatnál ne legyen az, hogy meghúzódik akármi, akármilyen test részünk. Hogyha esetleg közeletekben nincsen ilyen edző lehetőség, ahol ilyen pálya van, akkor javaslom azt, hogy biciklizzetek nagyon sokat, fussatok és ússzatok, hisz a Velencei tónál, a Balatonnál meg tudjátok ezt tenni, főleg nyáron, de vannak úszodák, használjátok ki a lehetőséget, én mindig így csinálom. Én azt mondom mindenkinek, mivel hogy én hobbi sportoló vagyok, én ezeket a gyakorlatokat csinálom, ezekkel próbálom magam kondiba tartani, és úgy érzem, hogy ez bevált, hisz elég jó eredményeket értem el, hála Istennek. És azt ajánlom mindenkinek, hogy csináljátok naponta legalább egy fél órát, és higgyétek el, nem fogtok csalódni önmagatokba, használjátok ki a nyarat, a jó időt, és mindenki úgy fog kinézni, hogy szeretné. Sziasztok!